Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először is megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a férfi, mint egy király. Megvan ez a büszke tartása. Figyeli az eseményeket. Ha eljön az ideje annak, hogy cselekedni kell, akkor bátor lesz, és közeledni fog hozzád, kimutatja a szenvedélyeket, vagy valami, ami lelkesíti őt. Itt látható a múlt. Itt vannak emlékek a múltból, de bizonyos dolgokat ő szeretne lezárni, hiszen vannak szomorú emlékek is. Tehát ő benne van ebben a transformációban, ezekben a változásokban, sokat gondol a múltra, de az, ami nyomasztja őt, vagy egy szűkös helyzetet, ő most lezár, és a jövőbe tekint, tervez veled együtt valamit. Hogyan érzi magát? Itt megvan a belső béke, a harmónia, és szeretne egy új kezdetet, mégpedig szeretetről, szerelemről van szó, hiszen itt megjelennek a kelyhek, és azok szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Megvan ahhoz az élet ereje, hogy lezárja a múltad, ami kedvezőtlen volt annak idején. Megvan a belső harmónia, megvan a bizalom, a bátorság, közeledni fog, cselekedni fog, és beszél érzelmekről, tervez veled egy közös jövőt. És mit fog tenni? Itt látható a mozgás. Közeledik hozzád. Újra megjelenik a tűz eleme, ugyanúgy, mint ennél a királynál. Az jelenti a bátorságát, a lelkesedést, a szenvedélyeket, és ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz előtte, mint egy királynő. És ez a királynő szintén utal a tűz elemére, a lelkesedésre, a szenvedélyekre, és egy hangban vagytok, mert te vagy itt a királynő, aki uralkodik a tűz eleme felett, ő pedig a király, és ő is a tűz eleme felett uralkodik. Itt is látható a mozgás, de vannak érzelmek, megvan ez a harmonikus kapcsolat, a belső egyensúly. És mi fűz össze benneteket? Itt az érmékről, tehát értékekről van szó. Ez nem csak az anyagiakat jelenti, hanem a belső értékeket is. De vagy te, vagy ő hajlamos még valamit megtartani. Mivel ő lezárta itt a múltat, és tervezi a jövőt veled együtt, akkor én úgy gondolom, hogy ez a tartás inkább rád utal, hogy te szeretnél megtartani valamit, ahol úgy érzed, ez egy biztos dolog, de bizonyos kapcsolatokat vagy emlékeket el kellene engedned, hogy szabad légy, és hogy közösen tudjátok kialakítani a jövőt. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!